Kedves Évi és Balázs, engedjétek meg, hogy ezzel a videóüzenettel gratuláljak nektek ismét, ezúttal is, és megköszönjem a bizalmatokat, hogy élettem a ceremónia mesteretek. Remélem, hogy azért kipihentétek most már azóta magatokat. Szeretném megköszönni a veletek való kapcsolatot, azt a nyitottságot, amit mutattatok, a pozitív hozzáállást, a derűséget, a jókedélyűséget, a bohémságot. Még akkor is, hogyha néha uh, évi volt egy kis bizonytalanság, és nagyon ugye azt így mondta, hogy, hogy az a határozott nőből ebben a kapcsolatban így picit visszafogottabbá lettél, határozatlanabb lettél, ami teljesen jó, mert hiszen benne jön a, belejött most már az anyaság, a, tanyaság, a fért és a gondoskodás. Um, az első, amit mindenféleképpen szeretnék kiemelni, az adafajta baráti hozzáállás, ami rendkívül jó esett, például amikor a helyszínt bejártuk, és úgy fogadtatok, mintha már ezer éve ismertük volna egymást, és a viszonlátás örömével tudtunk kezet fogni, megölelni egymást. Ez rendkívül jó esett. Sajátos volt a esküvőnek a kezdete is, picit ugyan a nevem miatt. Úgyhogy volt, aki úgy meg is kérdezte, hogy egyébként, hogy kihez tartozom, melyik hogy mert úgy annyira még nem ismernek. Uh, és aztán volt ebből meglepetés, amikor így jeleztem, hogy igazából semleges területen vagyok, a kezdésnél azonnal realizálódott, hogy valójában én milyen státuszban vagyok. Ott. Nagyon jó volt látni, megélni, megtapasztalni, hogy a személyiségeteket a nap folyamán, az izgatottságotokat uh, látni, és azt hogy például a Balázs előjött, az ő igazán a humora, ami eddig visszafogott tanultat meg, meg volt, ugye a alatt, meg a találkozások beszélgetések alatt, egy jól előjött, például a köszöntőben. Um, nagyon érdekes volt látni, és ez napokig kattogott bennem, hogy a, a barátaitokkal való rendkívül szoros kapcsolat, és a családotok uh, milyen sajátos fúziót alkottak azon a napon. Ez, ez hihetetlen energiák mozogtak. A az egyik legklasszabb dolog pedig például a káoszbrigád felállítás, hogy ennyi sok gyerek, azért ritkán van esküvőn, de hogy ennyire jó ráhangolódtak a napra rátok, és velem is nagyon jó kapcsolatok alatt, ez különösen nagyon klassz. Két dolgot szeretnék még kiemelni, ugye a nap Az egyik maga a ahogy készültetek a bevonulásod, és mert tudom, hogy mennyire izgatottak vagytok, hogy szeretnétek már kimondani. Tehát, hogy ezt megerősíteni, és megélni azt a pillanatot, ahogy csillogó szemmel egymásnak mondjátok, hogy ígérem, hogy fogadom, hogy akarom. És aztán egy másik pont, ez a éjfél körül, mielőtt elmentetek átöltözni, Abban az volt az érdekes, hogy nem egy lassú, romantikus, gyertyás, csillagszórós uh, elvonulás volt. A vállalónak az emlékszem sok romantikus hangzott el, uh, és ez nagyon jó utalt arra, ami ugye a kezdetek, nem véletlenül ezt beszéltük, ezt választottátok. Ez a ti számotok. Uh, a kezdetekről szólt. Az esküvőtök kiskohalason egy új kezdet. És ezt szeretném nektek útravalló adni, hogy ez a kezdőponthoz térhetek vissza mindig, ha szükség van. Egyébként pedig gondoljatok mindig erre a napra, mindig, minden nap újra és újra mondjátok ki ezt az igent, hogy az ígérem, akarom és fogadom. Ehhez kívánok nektek sok nevetést, mosolyt, kitartást, derült, pozitív gondolkodást, sok szeretetet és gondoskodást egymás felé feltétel nélküliségben. Úgyhogy kedves Évi és Balázs, nagyon sok boldogságot kívánok nektek, vagy ha tetszik sok bolondságot, éljen az ifjú pár. Sziasztok!